Nehéz helyzetben. Az uniós források kivonása és az aszály miatti terméskiesés is sújtja a hazai dohánytermelőket, hangzott el a Madosz nyílt napján Ófehértón. Alacsony vállalkozói támogatás. Mindössze 8000 Magyarországon működő cég segíti a 2015-16-os tanévtől indult duális képzést. Ez az összes vállalkozás körülbelül 3-4%-a. Értékmentő beruházás. Felújítják és interaktívvá teszik a Baktalórendházi Degenfeld kastélyt. A mintegy 560 millió forintos beruházás munkálatai már elkezdődtek. Az uniós források kivonása és az aszály miatti terméskiesés is sújtja a hazai dohánytermelőket, hangzott el a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének nyílt napján Ófehértón. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A hazai rendszer átalakításával a kormány 5 milliárd forintnyi forrást nyújt a termelés és foglalkoztatási potenciál fenntartására, ami azonban mindössze 60%-a kiesett támogatásnak. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért teremt bizonytalan helyzetet, mert a hazai dohány több mint 80%-át itt termelik. Az idei asszály miatt jelentős bevételkieséssel számolnak a dohánytermesztő gazdák. Egy hónapja még 25%-os terméskiesést becsültek, ám azóta a csapadékos időjárás némileg kedvezett a növény fejlődésének. A kedvezőtlen minőségű termés miatt várhatóan a felvásárlási árak sem emelkednek majd jelentősen a tavalyi évhez képest. A kilónkénti ár idén is körülbelül 350-360 forint lesz. A ULT Magyarország érdekkörébe tartozó termelők esetében az elmúlt évi ár nagyságrendje várható, bár az aszály miatt a minőség is gyengébb, mint a korábbi esztendőben volt. Nagyon jó lenne, ha az elmúlt évi árat elérné. A Dofer esetében valamennyivel kedvezőbb a felvásárlási ár. Elméletileg itt elérheti, vagy minimális mértékben meg is haladhatja az elmúlt évi felvásárlási árat. A gazdák és a dohánytermesztésben foglalkoztatottak számára az idén megváltozott Európai Uniós támogatási rendszer, valamint a hazai forrásból megvalósult támogatások hozhatnak jelentős változásokat. Sokat változik most a dohányágazatnak a támogatási helyzetképe, hiszen az Európai Unió kivonul a termelés finanszírozásából, nem lehet ezt ebben a formában folytatni, viszont a magyar kormányzat elkötelezett a dohánytermesztés és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatás fenntartásában, úgyhogy nemzeti forrásokból, különböző jogcímeken 2015-ben és 2016-ban is 5 milliárd forinttal segíti annak a termelési és foglalkoztatási potenciálnak a fenntartását, ami eddig is működött. A várható hazai forrásból rendelkezésre álló támogatás mértéke hektáronként összességében mintegy 900 ezer forint lesz, amit a gazdák különböző jogcímeken vehetnek majd igénybe. Az ófehértói nyílt napon elhangzott, az ágazatot az új vidékfejlesztési program is segítheti. Most elfogadott vidékfejlesztési program elsődlegesen a magas élőmunkaigényű ágazatoknak, mint az állattenyésztésnek és a kertészet támogatására koncentrál. De a szántóföldi növénytermesztések esetében a dohánytermesztés az egyik olyan ágazat, vagy olyan termesztési mód, mely mindenképp kiemelt figyelmet fordítunk a vidékfejlesztés programban. A vidékfejlesztési támogatások elsősorban terménytárolók és szárítók építését biztosítják, majd ezeket pályázat útján lehet elérni utófinanszírozási rendszerben. Az első pályázati felhívások 2015 végén és 2016 elején jelennek meg. Mindössze 8000 Magyarországon működő vállalkozás segíti a 2015-16-os tanévtől indult duális képzést. Ez az összes vállalkozás körülbelül 3-4%-a. A duális képzés lényege, hogy vállalatoknál szerezzék meg a diákok a szükséges gyakorlatot, mesterektől sajátítsák el a szaktudást. Hazánkban évek óta problémát jelent a szakemberek hiánya, ezen próbálnak javítani a szeptemberben nyílt szakképzési centrumok is.
Évek óta problémát jelent a szakképzés és a szakember hiány Magyarországon. A legalacsonyabb létszám a szakiskolákban van. A végzett 8. osztályosok körülbelül 25%-a jelentkezik ilyen intézménybe, pedig innen tudnak a leghamarabb kilépni a munkaerőpiacra a diákok. A képzési rendszer átalakításával szeptembertől 44 új szakképzési centrumot hoztak létre országszerte, valamint elindították a duális képzést annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődés gátja ne a szakember hiány legyen. Önmagában az átalakítás nem eredményes, hogyha nem párosul a vállalkozók igényeivel és szándékaival. Ugye ez a duális képzés, ez nem attól duális, hogy részben iskolában, részben pedig vállalatoknál folytatódik a képzés, hanem attól, hogy a gyakorlati oktatás feltételeit elsősorban vállalati körülmények között próbáljuk megteremteni. Tehát magyarul ne csak papíron legyenek alkalmasak a fiataljaink egy adott szakműzésére, hanem ténylegesen is, ehhez pedig a vállalkozói szféra bevonása elengedhetetlen. Még mindig sokan a divat szakmákra jelentkeznek, ezért a hiány szakmákat ösztöndíjjal is támogatják, ahol akár havi 30 000 forintot is kaphatnak a tanulók. Ennek is köszönhető, hogy az ezeken a szakokon tanuló fiatalok száma az elmúlt években duplájára emelkedett. Idén 10-ről 12-re emelték a hiány szakmák számát, a tervek szerint a 2016-17-es tanévben ez a szám 20-ra nő. A lista megyénként eltérő, általában a hegesztő és a gépi forgácsoló minden térségben jellemző. A legnagyobb probléma az új duális képzésben, hogy a Magyarországon működő vállalkozások mindössze 3-4%-a vesz részt. A tanulók száma nagyjából, a tanulószerződések száma 50 000-re, szeretnénk 70 000-re fölvinni 2018-ig, legalább 70 000-re, és a 8 000 vállalkozást is egy olyan 20 000 környékére szeretnénk. Szerintem erre reális esélyünk van. Megértették a vállalkozások is, hogy enélkül nem lesz utánpótlásuk, ha ők nem csatlakoznak be ebbe a folyamatba, úgyhogy egyre inkább partnereink. A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában másfajta szemlélettel jobban kezelhető majd a szakképzési intézmények vezetése, tette hozzá az államtitkár. Felújítják és interaktívvá teszik a Baktalórendházi Degenfeld kastélyt. A mintegy 560 millió forintos beruházás munkálatai már elkezdődtek. A pályázatot még ebben az évben zárják, mondta a Baktalórendház a polgármestere a projekt nyitó rendezvényén. Nagy Lajos kiemelte, a későbbiekben szeretnék felújítatni a kastély 12 hektáros parkját is. A 17. században épült a Baktalórendházi kastély, amely eredetileg egy földszintes vadászkúria volt. 1834-ben került gróf Degenfeld Imre, majd később családja tulajdonába. A 20. század közepétől tüdőszanatórium is működött a város egyik legjelentősebb épületében, amely már mintegy 20 éve üresen, kihasználatlanul áll a központban. A célunk az, hogy a műemlékvédelem alatt álló Degenfeld kastélyból turisztikai attrakciót megyei szinten, de nem tudás azt mondani, hogy országos szinten egyedi interaktív múzeumot alakítsunk ki. Ez a több mint 1,5 milliárd forint erre a célra szolgál. A kivitelezési munkálatok kezdetén már túl vagyunk, hiszen kisebb bontások és előkészítő munkálatok megtörténtek. A kivitelező a napokban megkezdi a intenzívebb munkavégzést, és a terveink szerint november elejére, első felére be is fejeződik a beruházás, már ami a kivitelezést illeti. Azonban nem csak építési munkálatokból áll a projekt, november végéig több modern eszköz is kerül a kastélyba, hogy így váljon interaktív múzeummá. Szabolcs-Szatmár Bereg megyének vannak attrakciói, turisztikai attrakciói, vannak adottságai, és azt gondolom, hogy ez a kulturális beruházás is egy interaktív múzeummá, egy látogatóházá történelmi átalakítás után a megyének egy gyönyörű pontja lesz, és Baktalórendház a környékének, itt az erdőségekbe való sétálás és egyéb turisztikai attrakciók mellett egy új turisztikai attrakciót fog vonzani, és most már össze kell fogni azoknak a adottságokkal, attrakciókkal rendelkező településeknek, vállalkozásoknak, egyesületeknek, amelyek gyakorlatilag tudnak szolgáltatást nyújtani. A projekt nyitó rendezvényén a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke arról szólt, az elmúlt években több interaktív kastély és múzeum nyitotta meg kapuit. A folytatódó fejlesztéseket a jövőben a megyei önkormányzat is segíti. A jövőben lesz lehetőség a megyei önkormányzatnak a területfejlesztési operatív program keretében turisztikai fejlesztések megvalósítására. Ezekre a fejlesztésekre építve nyilván, ami most itt megvalósul Baktalórendházán, ez a regionális operatív program keretében egy nagyon jelentős fejlesztés a megye
turisztikájának egész a szempontjából itt a megye közepén, a Baktai erdő közelségében. Azt gondolom, hogy az egész térség számára, sőt az egész megye számára jelentős megújulás előtt áll ez a kastély. A nyitó rendezvény utáni terepbejáráson elhangzott, további fejlesztéseket terveznek a Baktalórendházi kastélynál, így a következő években a 12 hektáros park megújulhat, valamint a hátsó, különálló épületeket is korszerűsíthetik. Ezekre további támogatásokat igényel majd a város önkormányzata. Nem javult a szociális helyzet Magyarországon, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. Az ellenzéki politikus szerint a kormány reformjai nem működnek, hiába állítják azt a plakátkampányok. Halmi József hozzátette, a Fidesz a szocialista párt által bevezetett reformokat próbálja sajátjaként beállítani. Azt mondja az egyik plakáton az egyik úr, hogy a minimálbér újra emelkedik, eddig is emelkedett 2003 kivételével. Ma azt mondja az egyik plakát, hogy egy hölgy és két gyereke van rajta, hogy a gyerekei az óvodába ingyen étkeztetnek. 2002 óta működik az ingyen étkeztetés, rászorultság elven, a gyermekvédelmi kedvezményhez kötötten. Tehát ez se egy új reform ellen, vagy látjuk azt, hogy olyan programokat, amik 2002 és 2010 között a szocialista kormány ideje alatt is működnek, azt működtetik tovább csak más néven, és úgy adják elő, mintha feltalálták volna a spanyol viaszt. 6 programpontot dolgozott ki a Jobbik a menekült kérdés megoldására, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szilágyi Péter, a Jobbik megyei önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, a zömmel okmányok nélkül érkező illegális bevándorlók helyzetének összeurópai megoldására nem érdemes várni. Azt is hozzátette, minden nap körülbelül 1500-3000 új menekült érkezik Magyarországra, ellátásuk naponta fejenként közel 4000 forintba kerül. A büntető törvénykönyv szigorítása a Jobbik szerint nem megoldás, ugyanis a börtönök terheltsége jelenleg is 140%-os. A Jobbik megfogalmazta a javaslatait, ami meglátásunk szerint alkalmas arra, hogy Magyarországot ne lepjék el az illegális hatásértők, bevándorlók. Hát ennek az egyik legfontosabb része, hogy a honvédség odavezénylése mellett fel kell állítani a határőrséget. A másik nagyon fontos része ennek a javaslatcsomagnak, hogy a Dublin egyezményt föl kell mondani Magyarországnak, visszatoloncolt menekültet nem kell fogadjunk, a kvótarendszert pedig utasítsuk el, Magyarország utasítsa el, illetve még azt is el kell mondanom, hogy a meglévő nyílt menekült tábornak nevezett objektumokat zártá kell tenni, hiszen az ott lakók érdeke ezt kívánja. Súlyos baleset történt tegnap este a 4-es számú főúton Nyírbogdány határában. Szarvas szaladt ki az úttestre, egy arra közlekedő jármű vezetője pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. A balesetben a járművet vezető férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a szarvas azonnal elpusztult, az autó pedig totál károsra tört. Az útszakaszt a baleseti vizsgálat idejére teljesen lezárták, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. Mielőtt kipróbálnád, hallgasd meg dr. Zaher Gábort és kérdezz a toxikológustól. Több száz középiskolás figyelte a neves főorvos előadását a Kölcsey Ferenc gimnáziumban. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Győzelemmel kezdték a szezont a nyíregyházi tekézők. Az NTK a Szuperliga nyitó fordulójában Budapesten a BKV előre otthonában vendégszerepelt, és Fintáék 6-2-re nyertek a Sportutcai csarnokban. A nyíregyháziak szombaton 14 órai kezdettel a Kaposvárt fogadják. Gólgazdag volt a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság negyedik fordulója. A 8 mérkőzésen összesen 33 találat született. Az ellovasok közül a Tiszakanyár és a Sényő győzött, a hátsó régió csapatai közül a Baktalórendháza megszerezte első pontját, két együttes viszont még pont nélkül áll a tabellán. Mielőtt kipróbálnád, hallgasd meg dr. Zaher Gábort és kérdezz a toxikológustól. Több száz középiskolás figyelte a neves főorvos előadását a Kölcsey Ferenc gimnáziumban.
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete egy pályázaton nyert támogatást a drogprevenciós programsorozatra. Zaher doktor szerint kevesebb probléma lenne, ha a felnőttek megtalálnák a hangot a kamaszokkal, és ha a család több időt és figyelmet szentelne a gyerekekre. Tapsal fogadták a főorvost a diákok, akik ismerik őt, és akár már hallhatták drogprevenciós előadását máshol is. Humorral, közvetlen stílusban beszél a kamaszoknak, nem csak drogról. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen nagy nevű és ismert szakember, mint dr. Zaher Gábor ellátogat ide az iskolánkba és előadást tartani, és rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a diákok szembesüljenek azokkal a veszélyekkel, amelyekkel a drogok keretében találkozunk, ugyanis nem gondolom azt, hogy mindenki tisztában van ezeknek a szereknek a rendkívüli veszélyével, és ezért lenne fontos az, hogy szakember is tanácsokat adjon, illetve információkat osszon meg a diákokkal. Meghatározó, ki milyen nevelést kap, és hogy milyen mintákat nyújtanak a szülők. Mindenki cipel valamit a láthatatlan puttonyában, és abban kell lenni olyan tulajdonságoknak, magatartásformáknak, ami segít nemet mondani a drogra, mondta a doktor, aki azt hangsúlyozta, a gyerekekkel, a kamaszokkal elsősorban otthon a családnak kell törődnie. A nemmondás tudomány egy tanulható valami, de igazándiból a fajsúlyos nemmondásnak annak nem itt az iskola keretein belül kell majd elhangozni, nem tényleg szombaton hajnali 3-4-2-kor. Hát ez nem egy egyszerű dolog, és sokkal messzebbre nyúlik, mint arról, hogy gyerekek mondjuk járomra azt, hogy nem. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete egy sikeres pályázat segítségével szervezte meg az előadást. A felvilágosító rendezvényeket fontosnak tartja az intézmény. Nem csak a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek írják elő, hanem az iskoláknak ez valóban fontos pedagógiai feladata. Itt a 21. század fiataljai számára, hogy az egészségneveléssel, az egészségük megőrzésével, a szabadidejük helyes eltöltésével, a rájuk leselkedő veszélyekkel tudjanak szembesülni, tudjanak erről, és ehhez választottunk előadót. A diákok kérdéseit összegyűjtötték, egy dobozba helyezték el, és az előadás után dr. Zaher Gábor válaszolt is azokra. Győzelemmel kezdték a szezont a nyíregyházi tekézők. Az NTK a Szuperliga nyitó fordulójában Budapesten a BKV Előre otthonában vendégszerepelt, és Fintáék 6-2-re nyertek a Sport utcai csarnokban. A nyíregyháziak szombaton 14 órai kezdettel a Kaposvárt fogadják. Eddig egy döntetlen volt a nyíregyháziak legjobb eredménye a BKV Előre otthonában, ahová a Szuperliga nyitófordulójában azzal a céllal utaztak Fintáig, hogy legalább egy pontot szerezzenek. A minimális célt gyakorlatilag már az első kör után elérték a vendégek. Nagyon fontos volt a felírás, amit a Haker Dezső kitalált, ugyanis a Magyarorsi Péternek, illetve a Szlovenszki Tibornak az első sorban feltétlenül pontot kellett ahhoz szerezni, hogy a későbbiekben legyen esélyünk akár egy döntetlenre, vagy egy esetleges győzelemre. Végülis a Peti már rögtön az első három szettjét maga javára fordította, míg a Szlovenszki Tibor szintén, úgyhogy már azt lehet mondani, az első kör vége fele látszódott, hogy az első sorozatban igencsak a elvártaknak megfelelően teljesítünk. Annyira, hogy Magyarorsi Péter az 570 fa feletti teljesítményével a mezőny legjobbjának bizonyult, és megszerezte a fontos csapatpontot, mellette természetesen a Szlovenszki Tibor is hozni tudta a csapatpontot. A Szegő Leventének nem annyira jól ment a játék, illetve ellenfele az nagyon jól játszott, a volt világbajnok Mészáros Józsi bácsi, és így alakulhatott, hogy 2-1 arányban vezettünk, és mínusz 30 fával még a hazaiak birtokolták az előnyt. A második körben Finta Zoltán és Hakker Dezső is begyűjtött a csapatpontot, és a végén csapatfából is a vendégek neve mellett állt több. Már a harmadik 30-as szetre eldöntöttük ezt a kérdést, ugyanis a Dezső is 3-0 arányban vezetett, én is, és már ekkor látszott, hogy döntetlenül rosszabbul nem állhatunk, azonban még volt mínusz 6 fa hátrányunk, mert a Kastro Zsolti a hazaiak egyik legjobbjával kellett, hogy meccseljen, de sikerült folyamatosan faragni a hátrányunkon, és az utolsó dobásokra már sikerült megfordítani a mérkőzést, illetve egalizálni, és azt lehet mondani, hogy az utolsó 3-4 dobásban dőlt el igazából az, hogy az utolsó dobásokra mi fordulunk előnnyel, és sikerült csupán 9 fával, nagyon kicsi 9 fával, de mindenképpen siker zárnunk ezt a budapesti túrát, és végre valahára sikerült diadalmaskodnunk és elhozni a 2 pontot Budapestről. A Szuperliga második fordulójában a nyíregyháziak a Kaposvárt fogadják. A mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.
Gólgazdag volt a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság negyedik fordulója. A 8 mérkőzésen összesen 33 találat született. Az ellovasok közül a Tiszakanyár és a Sényő győzött, a hátsó régió csapatai közül a Baktalórántháza megszerezte első pontját, két együttes viszont még pont nélkül áll a tabellán. Nem panaszkodhattak a nézők a negyedik forduló meccsére, mivel valamennyi helyszínen láthattak gólt a szurkolók. Két döntetlen mellett 6 találkozón született hazai győzelem. 6 találat esett a Baktalórántháza Tuzsér meccsen, amelyen mindkét kapusnak 3-szor kellett maga mögé nyúlnia. Szintén 6 gólt hozott a Mándok Máté Szalka mérkőzés, amelyen 5-1-re győztek a hazaiak. A Tiszakanyár 3-0-ra múlta felül a Kemecsét, az Ibránya Szakolynál bizonyult jobbnak 4-0-ra, a Tiszavasvári ugyanilyen különbséggel verte a Tiszalököt. A Nyírgyulaj 3-1-re győzte a Gyulaházát, a Nagyeset Fehérgyarmat találkozó pedig 2-2-es döntetlennel zárult. Folytatta jó sorozatát a Sényű, Ember Roland együttese 2-0-ra vert a Nagyhalászt. Könnyen meccsre számítottam feltétlenül, bár tudat alatt gondoltam, hogy nem lesz egyszerűen, csak azért is, mert ugye a Halász eddig nem úgy szerepelt, hogy várták volna többen is, de igazából könnyen meccsre számítottam. A tabella élén az egyaránt 10 pontos Tiszakanyár és Sényű áll, megelőzve a 9 pontos Ibrányt és Nyírgyulajt. A 8 pontos Tuzsért 3 7 pontos csapat, a Mándok, a Nagyecsed és a Tiszavasvári követi. Az alsó régióban a Baktalórántházának és a Nagyhalásznak 1-1 pontja van, a Máté Szalka és a Tiszalök pedig még nem szerzett pontot. Az 5. forduló párosítása a következő: Tuzsér Ibrány, Kemecse Nyírgyulaj, Máté Szalka Baktalórántháza, Gyulaháza Nagyecsed, Fehérgyarmat Tiszavasvári, Nagyhalász Tiszakanyár, Szakói Sényű és Tiszalök Mándok. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Az uniós források kivonása és az aszály miatti termés kiesés is sújtja a hazai dohánytermelőket, hangzott el a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének nyílt napján Ófehértón. A hazai rendszer átalakításával a kormány 5 milliárd forintnyi forrás nyújt a termelés és foglalkoztatási potenciál fenntartására, ami azonban mindössze 60%-a kiesett támogatásnak. Ez Szabolcs-Szatmár Bereg megyében azért teremt bizonytalan helyzetet, mert a hazai dohány több mint 80%-át itt termelik. Mindössze 8000 Magyarországon működő vállalkozás segíti a 2015-16-os tanévtől indult duális képzést. Ez az összes vállalkozás körülbelül 3-4%-a. A duális képzés lényege, hogy vállalatoknál szerezzék meg a diákok a szükséges gyakorlatot, mesterektől sajátítsák el a szaktudást. Hazánkban évek óta problémát jelent a szakemberek hiánya, ezen próbálnak javítani a szeptemberben nyílt szakképzési centrumok is. Felújítják és interaktívvá teszik a Baktalórántházi Degenfeld kastélyt. A mintegy 560 millió forintos beruházás munkálatai már elkezdődtek, a pályázatot még ebben az évben zárják, mondta a Baktalórántháza polgármestere a projekt nyitó rendezvényén. Nagy Lajos kiemelte, a későbbiekben szeretnék felújítatni a kastély 12 hektáros parkját is. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Melegfronti felhőzet okoz tartósan borult, többfelé csapadékos időjárást. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég és sokfelé várható esőzápor. Az egyre nedvesebb levegőben a hegyvidéki területek felhőbe kerülhetnek. A keleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 fok körül alakul. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, és további kisebb esőre, néhol szitálásra számíthatunk. A keleti szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-19 fok között alakul, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén felszakadozik a felhőzet, vasárnap már napos időre, kevés felhőre számíthatunk, és jelentősen erősödik a nappali felmelegedés. A nyárias idővel indul a jövő hét eleje is, bár a kedden érkező nedvesebb léghullám átmenetileg megtörheti a felmelegedési folyamatot.